Sziasztok fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit, főleg a falkát, a farkasokat. A mai nap srácok Balázs barátomnak az ECMO nagygépéből megpróbálom kiszedni a katalizátort, ugyanis régebben, mikor először volt nálam, én olyan felelőtlen kijelentést tettem, hogy ebből a fajta kipufogóból nagy valószínűséggel úgy ki tudjuk venni, hogy külsérelmi nyoma ennek nem lesz. Mert ugye Balázs ezen felbuzdulva megbízott ezzel a feladattal, aminek én nagyon örülök, mert nagyon szeretek ilyenekkel foglalkozni. Na hát, tulajdonképpen erről fog szólni a videó. A géppel a videó végén szerintem azért vágunk is egyet, ha bár ezzel a géppel én már videóztam, tehát vágtam vele. Ennek a gépnek, ez a 7310SX, ugye az X végződésű gépei, az ECMO-nak azok a profi gépei, a profi vonalú gépei, és tényleg azok olyanok is. Ennek a gépnek a menet dinamikája a 395 XPS-t tudnám hasonlítani, az a kimondott hosszú kettő nyomatékos motor, nem egy vágtató őrült, viszont olyan 40-50 centis fáknál jelentkezik az előnye, tehát hogyha ez alatti fában van nagy valószínűséggel mondjuk egy stíl vagy egy 25-72-től lemaradna, viszont egy igazi kemény szituációba majdnem biztos vagyok benne, hogy felülmúlja ezeket a gépeket. Nekem nagyon tetszik a menedinamikája. Többen írták már, hogy igen, nagyon patent az ECMO, nagyon tényleg ott van, de az ára, igen srácok. Nyilvánvaló ezek a gépek, mivel hogy nem EU-s országban kap egy büntetővámot. Tudjuk, hogy a japánok nagyon sok autót azért hoznak át, a gyártását azért hoznak át Európába, hogy ezt a büntetővámot valahogy el tudják kerülni. Akár a gép árának az egy negyed része is lehet, srácok, ez akkora összeg. Tulajdonképpen a nagy európai gazdaság védelmében minket, vásárlókat jó megvámolnak. Tulajdonképpen ez történik, semmi más. Na, szóval. Nemrégiben láttam egy videót. F. Peti indított egy ilyen, én szerintem vitának szánt videót. Arra beszélt, hogy több videós is folyamatosan beszél itt a kipufogóknál, láncfűrészeknél, főleg katalizátorról. Hát milyen katalizátor? Nem is katalizátor, hanem ez egy füstszűrő, ő szerinte, vagy részecskeszűrő. Na mindegy, ez egy jó vitaindító dolog, tehát aki akar, az írja meg a véleményét erről. Én nem sok mindent tennék ehhez hozzá, annyit tennék hozzá szerintem katalizátor, méghozzá azért, mert teljesül az a feltétel, hogy anyagok kémiai tulajdonságát úgy változtatja meg, hogy tulajdonképpen ő maga alakváltozás, vagy semmilyen változás nem szenved. Magyarán szóval nem ég szét a katalizátorban az a drótgubanc, mert ő így hívta, tehát nem ég szét, viszont működik, tehát belép a rossz füst, kilép a jó füst, tehát nagyon egyszerűen fogalmazva. Valójában nem ez az igazi indokom, az az igazi indokom, hogy 1988-ban, ugye a Stihl mutatta be a kétütemű katalizátorát, ez a katalizátor, tehát a kétütemű motorján a 044-esen mutatkozott be, ez volt a világon elsőként bemutatott katalizátoros láncfűrész. Hogy drótgubanc, meg ilyen nemes fémekkel, hogy legyenek a kipufogóba, hogy platina, paládium, ugye az is egy platinafém, meg mit tudom én, habkerámiától kezdve minden, mert a barátunk leragadt az autó kipufogóknál. Ő azt hiszi, hogy a katalizátor, a katalizis az egy tárgy. Nem? Nézzük meg, indítsuk el hidegen az ECMO-t, hogy van-e neki hidegen torpanása. Én azt mondom, hogy nincsen. A Balázs szeretné ezt a katalizátort kivetetni, hát én ezt nagyon szívesen megteszem neki. Egy dolgot viszont ne felejts el, ha hasonló dolgot csinálsz, ha kivettél egy kipufogóból a katalizátort, azt a karburátort utána be kell állítani, be kell hangolni, mert különben adtunk a kakinak egy pofont, mert a gép nem, hogy jobban fog menni, még rosszabbul is fog menni, tehát mindenképp be kell hangolni,
Én ezt a gépet majd behangolom elektronikus fordulatszámmérővel, úgyhogy nézzük meg, hogy most hidegen mit művel a masina. Ujja! Szivató az ugyanaz rajta, mint a kicsin, annyi, hogy itt nekünk primer pumpánk nincs, mint a Zekonak a kis gépén. Induljon a banzáj! Pantorpanás, de hát még hideg a motor nagyon, úgyhogy hagyom egy picit járni, és utána nézzük meg. Nyugodtan kimerem jelenteni, hogy egy perces járatás után semmilyen torpanás nincs a gépnél. Ez egy profi gép, srác, akit ez egy munkaeszköz. Úgyhogy én azt mondanám, én ebből se szedném ki, mert eszméletlen jó a hangja, tehát nincs neki ez a tortyogós buta hangja, amit ezek a katalizátorok okoznak. Abszolút nincs neki ez a buta hangja. Igazi jó, pattagós, érces, férfias hangja van, ami kell nekünk, srácok. Ez olyan. Mindegy, kiszedjük, elméletileg, ha ugyanúgy vissza is tudjuk majd tenni. Négy picike fül tartja csak össze a kipufogót, ezt kell kihajlítani. Ha ezen felül bármi olyan van, hogy vágni kell, akkor nem fogom megcsinálni. Akkor anélkül nem csinálom meg, hogy ezt a Balázssal ne egyeztetnék. Elképzelhető, hogy van a Zekónak olyan kipufogója, ami régebbi típus, de rámegy erre, akkor én azt fogom neki javasolni, hogy inkább vegyünk egy olyat, mint hogy ezt tönkre tegyük. Mert ennek a gépnek úgy van értéke, ha nincsen szétbarkácsolva. Mondom, csak abban az esetben vesszük ki, ha ez tényleg úgy, hogy maradandó sérülés nélkül ezt meg tudjuk oldani. Különben nem. Na hát akkor szereljünk Echo-t, srácok. Ez a része érdekel engem igazán. Ha esetleg butaságokat mondtam itt az elején a bevezetőbe, akkor nem mindjárt anyázzatok le, hanem beszéljük meg, gondolkodjunk el egy kicsit a dolgon. Na hát, a kis gép bemutatáskor, a 43-10-es bemutatásakor jó nagy hülyeséget mondtam, hogy a nagyon belül van a ránckerék, hát itt is a betétkerék kívül van. Na mindegy, esetleg ha valaki az miatt nem venné ezt meg, akkor ez a videóm alapján nyugodtan vásárolja meg, ha éppen ez lenne a kritérium, mert fullos a gép, tehát minden olyan dolga, ami egy láncfűrészre el lehet mondani, hogy jó, meg kell, meg van, az itt is van, mint ahogy ez a fém, és nem olyan a csavar elveszítője, mint a kicsinek, hanem ez a stílnek a mintájára épült, tehát ilyen fülek vannak, kihajtogatod, aztán csere. Na, oké. Okay. Hát vannak ilyen srácok, én sem emlékszek mindenre. Azért, hogy könnyen hozzáférjünk a kipufogóhoz, azt tervezem, hogy levesszük a burkolatot, meg levesszük a fékkart. Szerintem ezzel csak javítunk a helyzetünkön. Emlékszek, hogy bajon egy záras. Igen. Azt viszont megfigyeltem ennél a gépnél, hogy pici járatás után is még egy darabig csöppen belőle az olaj. Érdemes lehet levegőt engedni a olajtankba. Ennyi, megnyitjuk. Jó, tele van. Balázs megtankolta nekem. Egyébként Motul 800-as olajjal használja a Balázs. Ugye az Echo-nak van az a Red Armor, az is a topban van egyébként, tehát én azt használnám egyébként az Echo-nak a saját olaját, de hát mindenki saját maga dönti el. Ez az olaj téma, srácok, ez ilyen eléggé keményen hit kérdése, ami szerintem nem új, tehát
többen szerintem már felfigyeltek rá, főleg amerikai videósoknál, hogy például a stíl olajai Amerikában egy apró kis logóval el van még látva. És az van ráírva, hogy Castrol. Tehát, hogyha Castrollal megveszed a szintetikus olaját, akkor megveszed a Stihl HP Ultrát. Nekem ez a véleményem, de lehet, hogy nincs igazam. Aki erről bármit tud, az ossza meg velünk. De mondom, én saját szememmel láttam az amerikai Stihl olajat a Castrol felirattal. Na hát, levesszük a fékkart. Ahogy elnézem, ez imbusz. Jó, benéztem, akkor Torx, méghozzá lehet, hogy nem 27-es lesz, hanem, de 27-es, srácok, 27-es Torx. Nem akarok géppel szerelni nagyon rajta semmit, mert ennek a, most a kisebb gépem az nincs itthon, és ez a párges szájdos, ez hajlamos tönkre verni ezt-azt, olykor-olykor saját magát is. Srácok, ezek a parkside-os dolgok, bárki bármit mond, meg bármit mutat be, meg mennyire jó, pont annyit érnek, srácok, amennyibe kerül. Talán még egy kicsivel kevesebbet, de pont annyit ér. Tehát nehogy tévedésbe essünk, hogy az jobb, vagy valami, nem, annyit ér, amennyire árulják. Na, ez megint csak az én véleményem, nehogy valaki túlságosan sokat adjon rá. Ez az én saját privát véleményem. Fékkar, ilyen egyszerűen lejön róla. Ez szerintem egyetlen modellnél sem jön le ilyen egyszerűen. Mindegyiknél a másik oldalt ott még akkor szét kell akaszgatni. Ha mondjuk itt is van egy rugónk, ezt nem figyeltem, ezt hogy fogom, vagy hogy nem, de ez itt benn marad a helyén, ebben szerintem dolgunk nincsen. Jó, oké. Na, hát így látunk rá igazából nagyon könnyedén a kipufogóra. Én még ezt a röngtámaszt is leveszem, mert nekem ne akadályozzon, vagy nem fog. Jó, megpróbáljuk így, hogy ha akadályoz, akkor bizony én ezt le fogom róla venni. Így van, 10-es. Mindent szeretnék kulcssal megnyitni, de semmit nem szeretnék előtte géppel. Na, itt tartunk vele. Most kell rájönnünk, hogy ez hogyan is jön le. Azt látom, hogy a kipufogó maga a két darabból van összeszerelve. Én arra gondolok, hogy ez alatt kell, hogy legyen valami csavar még, amivel le tudjuk szedni ugye a hengerről. Bizony, ezt a két lukat egy ilyen lemezzel letakarták. Arra gondolok, hogy ha ez 27-es Torx volt, akkor talán az is. Meg a túró, semmit nem érzek. Ezt mondta az asszony is. Pedig az, srácok. Oké. Rajta vagyunk. Nem volt olyan vészesen meghúzva, de azért kattant-csattant. Oké. Most már jöhet a gép. Nem ismerem a gépet, nem tudom, mennyit bírnak a csavarok, nem tudom, mennyit bír a hengeranyaga, mert biztosra megyünk, tehát nem... Nem tudom, hogy a röntámasz az aggatni fog-e. Ha igen, akkor azt is leveszem. Na, eddig meg vagyunk vele. Igen. Hütyű. Elég durva egy kis konzol. Ezt is leveszem. Tulajdonképpen nem kell levennem, mert a gépet így, ahogy van, félretesszük. Tehát nem foglalkozunk vele. Egy négyszögletes anya van hátul, benne egy fészekbe, és akkor az tartja. Tehát nem menetbe hajtjuk bele ugye a csavart, mint a Stihlnél mondjuk, hanem be van építve egy csavar, az tök mindegy. Nagyon szép a dugattyú, gyönyörű szép a... Ó, nagyon szép, srácok. Tudnám a Balázsnak is, hogy nagyon szép olajréteg van magán a dugattyún. A Balázs Motul 800-as használ. Azt tudni kell arról az olajról, hogy ugye ilyen offroad motorozásra van, tehát motorkerékpár olaj, viszont a magas igénybevételre tervezett, és akár külföldi fórumokon, akár idehaza sokan használják ugye ezt a Motulnak az olaját, tulajdonképpen egy árban van a nagymárkáknak a prémium kategóriás olajával, sokak szerint jobb, és sokan bizonyítják is. A kipufogó járatban
tehát kipufogó csatornába, tehát a leömlőbb, kiömlőbe semmi igazából azt lehet mondani, hogy számotvető színlerakódás nincs. A dugattyú az gyönyörű, tényleg gyönyörű, tehát gyönyörű filmréteg van rajta. Na hát, én csak ajánlani tudom azért a Motult másnak is, aki szeretne egy jó olajat, és nem a gyári márkákat, az biztos lehet benne. Rengetegen használják, és nagyon pozitív. Ami nagyon jó, még a Hondának a HP2, HP olaja, azt is tökéletes olaj. De nem rossz egyébként az Echo-nak a Red Armor olaja, sokan azt mondják. Eddig, amit látunk, elég sokat kihajtott belőle a Balázs, azért is ragasztotta fel ezt a Carter védőt, ez egy sima ilyen tapadós matrica, de már ez is kapott, úgyhogy hajtotta a gépet bőven. Na, gép az megy félre, és nézzük akkor a kipufogót. Ugye többféle fajta kétütemű katalizátor létezik, a legismertebb talán ez a fajta, amit nyugodtan meg tudok mutatni, hogy tulajdonképpen átlátsz rajta, tehát ott mögötte látod a fényt, tehát átlátsz rajta, ez a hő hatására azért leszűkül elég keményen, és ugye ide beköpködi az olajat, meg a benzint, általában ezt a kipufogó nyíláshoz közvetlenül kiömlik a káros anyag, oda teszik, ebben megragad, és a nagy hő, tehát ez izzik az egész, ez egy ilyen vastag szerkezet, ez izzásig, ezen nem tud úgy átjutni a benzin meg az olaj, hogy itt ez el ne párologna. Tehát általában ilyenek vannak. A Makita itt azért ennyire közel teszi a kis gépéhez, tehát itt eleve már itt van mindjárt a kilépésnél, ez gondolhatjuk milyen hőterhelés, de én azt hiszem, hogy ez is Makita termék, és itt van az ominózus gubanc, itt a gubanc, amiből én már vágtam ki, tehát innen is megnézheted, ez egy téglalap alakú valami, sok kínai fűrészben hasonló van egyébként, tehát sokban ilyen van, de sokban benne van ez a kerek alakú, szerintem ez a jobb, ugye a gubancból történhet az, hogy nagyobb gubanc lesz, ha beugrik a hengerbe ebből egy darabka, ebből megpróbálok kihúzni egy szálat, és megnézzük, hogy ez tényleg drót, tehát vas, acél drót. Ugye ez egy márkásabb termék, régi termékből származik, Makitából ez is. Megnézzük, hogy a Makita miből szedte a kerítés drótot. Aki már próbált fúrógéppel, tehát itt mutatom, fúrógéppel átfúrni ezt a gubancot, a drót szövetet, az rájött, hogy elég hamar megeszi a fúrószárát, ugyanis ez nem egy egyszerű drótgubanc, hogy félre oszlassuk itt a tévhiteket, hanem ez egy bizony egy ötvözet, egy erősen wolframos ötvözet. Brutálisan kemény, srácok. Tehát brutálisan kemény. Na, tehát van ilyen is tény, ez a drótos, de ha koncentráljunk a mi kipufogónkra, ugye jó nagy méretű kipufogó, srácok, jó nagy méretű, ez egy Stihl 261-es kipufogó, tehát látszik, hogy azért van a gáznak helye, tehát ott majd ő szaladgálhat benne. Mi lehet akkor ebben? Mi van? Semmi. Balázs. Balázs megszivatott minket, srácok. Ez a gép, ez nem katalizátoros kipufogó. Itt van a kivezető, látom, a izé már le van szedve, nincsen benne a drótháló, mert ez a csavar azt szolgálta, hogy van egy drótháló, és ez egy üres kipufogós rácok, egy üres doboz. Nincs is semmilyen katalizátor. Balázs, megszivattál? Ez kemény. Semmi nincsen, srácok. Na hát, hogy ezt bizonyítsam, tényleg, hát ez egy... Én azt hiszem, hogy át is látunk rajta, azon a pici kelukon. Tehát tökéletesen üres. Egy üres doboz, sehol semmi. És ha az elméletem igazolja, igazolni tudom, akkor ezen a lukon itt fölül benyúlok, akkor az a drót meg kell jelenjen a kipufogóba.
És akkor tutira, hogy semmi nincsen az égvilágon benne. Fogó, van egy fogó. Tehát itt a drótunk. Itt a drótunk. Tehát semmi az égvilágon nincsen benne, drága Balázs. Jó, megszivattál. Na, akkor, ha van egy picike kis torpanás a hidegen, szerintem azt fogadjunk el neki. Ezt a gépet én annak idején 13.300-ra állítottam, elképzelhető lenne, elképzelhető, hogy a 13.000 is elég lenne neki, akkor tuti nincsen torpanás. Már meg is vagyunk a katalizátor szereléssel. Majd megmondom a Balázsnak, hogy 10 üzemóránba került. Rengeteget fogyasztok üzemóránként, úgyhogy minimum fél liter pálinka. Na, srácok, akkor ez a katalizátor mentesítés számomra egy érdekesen végződött. Már készen is vagyok, azt lehet mondani. Úgyhogy megy szépen vissza a gépre, és ennyit legalább megtudtunk a gépről, hogy ebben a kipufogóban lehet, hogy létezik ilyen 73-10-es, amiben van, de hogy ebben a kipufogóban nincs. Láthatjátok. Hát átnyúlok rajta, itt meg semmi, tehát a nagy üres dob, tehát végig. Tehát minden irányba, üres. Olyan, mint a 395 XP kipufogó. Teljesen olyan. Még egy ilyen lángrejtő sincsen benne. Azért van ennek ilyen szép hangja, srácok. Hát nem véletlen. Na hát itt a nagy gép érdekességén felbuzdulva, azonnal nekiláttam a két kisebb gépnek a kipufogójának is, hogy lássuk, miről van szó. Hát Balázs, elmondanám, hogy a kis 43-10SX-edben sincs. Sincs semmiféle katalizátor. Olyan mértékben nincs, ha bevilágítok, ugye fölül, tehát bevilágítok, akkor ott a fény, tehát ki lehet látni a kipufogón, annyira üres. Tehát a 43SX egy üres doboz, semmiféle katalizátormentesítést nem igényel. A géped bejáratás után be kell állítani 13.300-ra, és ennyi a történet. Nem baj az, hogyha hidegen kicsit torpan, ezek a gépek alacsony fogyasztásra vannak tervezve, azért ilyenek, viszont a kis felső markolatosban benne van. Tehát ebbe viszont itt van benne. Tehát ha belenyúlok, erre elmegy egy cső, ide ez fölé, ott tud jönni, itt viszont meg, tehát itt lép be, tehát van benne, itt van érzem is, tehát ott van a belépő része a katalizátornak, és ott van egy kilépő része, tehát nem a motorhoz közel van téve, hanem ide, tehát bemegy, itt megtörténik ugye az elégetés, majd szépen itt kijön. Úgyhogy viszont a kicsikéhez lehet vásárolni katalizátormentes kipufogót, Palázs azt mondta, hogy ehhez vásárol is egyet, ezzel viszont megint csak semmi dolgunk nincsen. Tehát egy az egybe bele tudok nyúlni, és ki tudom húzni megint csak a drótot, mint a nagy gép esetében. Tehát egy az egybe egy totál üres dobozunk van. Hát szép hangja és szép pattogós hangja is van a történetnek, úgyhogy nem is csodálkozok rajta. Egy dologban tök jó, elmondja nekünk azt, hogy ez a gép mindenféle öntjöm-pöntjöm nélkül hozza azokat az elvárásokat, amiket szembe támasztanak itt a károsanyag kibocsátással. Magyarán szóval igaz lehet az, teljes mértében igaz lehet az, hogy a Steelnél például az öreg 660-as is még bőven megfelel a károsanyag kibocsátásnak. Tehát itt van. Ez egy üres doboz. Na, srácok, ez a videó ennyi volt, remélem tanulságos. Tehát, hogy ne vezessük félre az embereket, mikor ilyen láncfűrészt mutatunk be, ez is egy jó alkalom. Tehát ezek a gépek katalizátor nélkül, véleményem szerint mindenféle kettő mix nélkül is megfelelnek az EU-s követelményeknek, ugyanis Euro 2 van csak előírva még a két ütemeknél, és hol vagyunk még mi az Euro 5, 7, 8, 10, ugye láthattuk a Holzforma Euro 5, ott is hasonlóképpen üres a kipufogó. Srácok, remélem tetszett a videó, tanulságos volt, írd meg a véleményed, bármi hozzászólásod van, ami építő jellegű, szívesen fogadom. Thank you.
Hát annak a fényében, hogy most már tudom, hogy abszolút nem katalizátoros, nyugodtan kimerem jelenteni szemembe a legjobb gép, amit jelenleg meg tudsz venni a piacon. Írta valaki, hogy magas az ára, aztán a Pepe is írta, hogy az a visszatartó erő. Srácok, a pénzünk szar, meg keveset keresünk. Tehát ez a baj. Na, srácok, én azt hiszem, hogy ez kipipálva. Na, sziasztok!